Meg kell-e ahhoz halnod, hogy változz? Egy érdekes és tanulságos történetet fogok Dióhéjban bemutatni, amelyben én majdnem belehaltam, de az egy másik forgatókönyv volt, és szerencsére én egy jó kiáraton ki tudtam jönni ebből, és íme ennek a történetnek a tanulsága. Van-e helye a változásnak bennem? Sziasztok! Ez itt az Angyalszív Akadémia megújulás sorozata, és a mai videóban ennek a témának járunk egy kicsit utána. Amikor változni szeretnénk, amikor szeretnénk megújulni, akkor könnyen lehet, hogy egy stop táblát kapunk. Én is azt gondolom, hogy ezzel én nem vagyok egyedül. Ha emlékeztek az előző videóra, abban beszámoltam részletesen az átalakulásról, a bennem lévő változásról, és hogy milyen fordulópontokon keresztül jutottam el oda, ahova éppen most vitt az élet. Ahogy már ecseteltem nektek, egy nagyon mély gödörben voltam. És nagyon nehezen tudtam kimászni ebből a gödörből, viszont eszement szomjúság volt bennem a változásra. Tehát én azt felismertem, hogy el kell mennem másik helyekre, találkoznom kell más emberekkel, ezért meg is tettem a szükséges lépéseket, de ahogy egy családi birtokon az lenni szokott, nem lehet ám csak úgy itt hagyni a birtokot. De mégis, amire rendbe tettem mindent, még az utolsó pillanatban a szomszéddal egy féltetőt felraktunk, alig vártam, hogy elinduljak a változásom útján, a barátaimhoz, akik szeretettel látnak vendégül, és el akarnak vinni engem valahová, ahol még nem voltam. Hát nagyon sok energiámba került, és sok belső vívódásba, amire eljutottam oda, hogy na, jött a vasárnap, és én elindulok még egy hétig a család távol, úgyhogy elindulhattam, beülök az autóba, gondoltam, és meg sem állok a célállomásig, de a tudatalattim az valószínűleg nem így gondolta. Mert olyan képeket mutatott nekem itt a birtokon, hogy hú, mi nincs még rendben, hú, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy hú, bár ne láttam volna még azt, meg azt a foltot, meg azt még, ami nekem nem tetszik, és az elmémmel folyamatosan húztam le magam, és jóformán még arra is gondoltam, hogy nem megyek el, hiszen hát itthon vagyok, egyedül vagyok, végül is itt is ki tudom magam pihenni, és ez egy nagyon gyakori minta, hogy már ilyen kicsire van az az esemény tőled, ami gyökeresen megváltoztathatja az életedet, de van egy alternatíva, ami végül is nem rossz. Még nem rossz, tehát hogy végül is megadhatja neked azt, amire vágysz. Fölül kell persze vizsgálnod, de élhetsz a gyanúperrel, hogy ez egy elterelő hadművelet. De a végén elindultam, letoltam mindent, úgy jó, ahogy jó, beültem az autóba, és irány, horány, fakítottam az autópályám, és vasárnap délután nem volt nagy forgalom, azt gondoltam, hogy most már rendben vagyok. És akkor történt valami. De mielőtt ezt fölfedem előttetek, egy kis előtörténetet hadd szőjek itt közben. Volt nekem egy bölcsesség fogam, bal hátsó, amely nagyon furcsa helyzetben volt, és igazából benne volt úgy az álcsontomba, az álkapocsba, hogy megnyomta a fogakat, és újra éveken keresztül azt a képet kaptam, hogy ott valami nincs rendben, de nem fáj még annyira, nem nyom annyira, vagy nem mindig, hogy bármilyen cselekvésre készen álljak, és elmenjek, és kihúzassam, vagy bármilyen egyéb módon változtassak. És most, amikor a gödör alján voltam, akkor jött egy ilyen kép, hogy most van az ideje annak, hogy azt kivegyék. Mert utána fog tudni elkezdődni a változás. És nem akart engem ez a kép elengedni, és azt éreztem, hogy jó, hát akkor legyen, kard ki kard. Egyébként is már elértem azt a pontot, hogy,
hújjon a férgesen, menjünk, csináljuk, csak bármit, hajlandó vagyok, csak változás legyen az életemben. És a feleségem még mondta is, hogy azért vigyázz, mert attól, hogy eltávolítanak valamit, amiről te azt gondolod, hogy az gátját szabja valami jónak, lehet, hogy csak kivetíted, és igazából, hogyha nem azzal a szándékkal mész oda, és veteted ki a bölcsesség fogad, hogy ez valóban ezzel együtt mindenféle rossz is távozzon, akkor könnyen lehet, hogy akkor utána a füled fog fájni, meg még az orrod, meg akármi. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azért lehetnek ilyen asszociációink, de tényleg az a fontos, hogyha azt mondjuk, hogy beáldozunk valamit, akkor ezt óvatosan tegyük, és akkor, hogyha azt mondjuk, hogy igen, valami megy az életünkből, bármi lehet az, és magunkból egy részt is kíván, akkor legalább tényleg úgymond vigye el az ördög. Hát egy nagyon bravúros 15 percen, 20 percen voltam túl ott a műtőbe, és nagyon-nagyon jól sikerült kivenni a fogat, és azt éreztem, hogy nem érdekel engem a fájdalomcsillapító, a nem tudom micsoda, én a 3 napig a nyers fájdalmat, érzést úgy éreztem, hogy át kell, hogy éljen, mert összekapcsolt, főleg akkor ilyen enervált állapotban újra a bennem lévő érzésekkel, és egy nagyon kellemes, visszavonult, meditatív állapotot tudtam élvezni 3 napig. Ez volt a bal hátsó története, de ez itt nem ért véget. Ami történt ott az autópályán 3-4 héttel később, az egy durdefekt. Körülbelül 120-szal mehettem Szántód előtt, a Völgyhíd előtt, ott ugye tudjátok, 110-es tábla van, aki jár arra. És előtt olyan 120 körül lehettem, és éreztem egy pillanatra, hogy valami ott, mintha rezegne a kormány, de aztán jött is a defekt, a bal hátsó. És hát én akkor gyorsan leírtam a képet a másodperc tört része alatt magamba, hogy én tanultam az autóklubos tanfolyamon, hogy a hátsó defekt, főleg ilyen helyzetben a legveszélyesebb, az kiránthatja az autót mögüled. Nincs értelme, tehát tartsd a kormányt amennyire tudod, de igazából az egyetlen esélyed az, hogy fékezel. Tehát az életedet úgy tudod megmenteni, ez tényleg tanulság mindenkinek, hogy ilyenkor rá kell taposni. Nincs mese. Igen, de nem is tudom elmondani, valahogy nagyon gyorsan lelassultam. Nem éreztem, nem volt teátrális fékezés, minden, de valahogy, hát az autópályán eleve ez is borzasztó veszélyes, de valahogy nagyon gyorsan leálltam az oldalsávba. Körbenéz, nem jön éppen autó, hál' Istennek vasárnap délután, mellé föl, háromszög kitesz, nem 2 méterre az autó mögött, hanem jóval messzebb, a palánkon túl, védőállásba, és akkor telefon, hogy ki az a szerencsés, aki a vasárnap délután az autómat leszállíthatja a pályáról, mert tehát tudtam, hogy még én ott semmiképpen nem fogok kerékcserébe bonyolódni abban a veszélyes helyzetben, mindenféleképpen le kell, hogy szállítsák az autót. Ez meg is történt, itt tiszteletem annak az úrnak, aki hajlandó volt jó pénzért tisztességesen segítségemre sietni, és ott voltam, már sötétedett. Hál' Istennek a pótkerekem az ugye nem volt teljesen olyan, mint a többi, de mégis kompatibilis volt annyira, hogy mondta a srác, hogy végül is mehetek tovább, nem lesz gond, majd cseréljem azért le. Mondta, hogy ennyire szétszaggatott gumit jóformán csak a mesében látott. Lényeg a lényeg, hogy ott voltam sötétedett Szántódon, mondom, hogy mit csináljak, gyerekek, most 150 kilométert, annyi talán nem volt, most menjek vissza, és menjek haza, és punyanjak le, és akkor végre rászántam magam, és akkor egyet előre, kettőt hátra, nincs értelme. Nem tudom, hogy ezzel a kerékkel, meg a sok után van-e értelme lemenni. Eszembe jutott, hogy hál' Istennek az Angyalszív Akadémia már sok felé rendelkezik kapcsolatokkal, és a szomszédban van is valaki. Megkérdeztem, hogy esetleg alhatok-e ott, kipihennem magam, hát ha holnap jobb lesz, máshogy látom a dolgokat. Erre volt lehetőségem, viszont
A végén úgy döntöttem, hogy talán jobb lenne elmenni. De biztonság kedvéért azt mondtam, hogy fölhívom a szállásadómat, illetve vendéglátómat, és elmesélem a sztorit, és volt még sok bizonytalanság a hangomban. És akkor ő azt mondta nekem, hogy figyelj Gábor, neked volt egy szándékod, ami miatt te úgy rendezte az életedet, hogy te el tudjál most idejönni. Tehát ha az még ott van benned, akkor gyere el, jó lesz minden, hátradőhetsz, lelazulhat, mi majd mindent elrendezünk, itt van gumiszerviz, stb. És megnyomott bennem tényleg egy zöld gombot. A nagy áttörés előtti pillanatról szeretnék veletek beszélni. 3-2-1, köszönöm Dominik! Ne felejtjétek, hogy egy nagy áttörés előtt az szokott történni, hogy van egy részünk, ami már nagyon szeretné az áttörést, viszont van egy részünk, ami meg nagyon ragaszkodik a régi életünkhöz, a régi kis megszokásainkhoz. És ezt már megfigyeltem, hogy akik jönnek hozzám és részt vesznek egy hidegbeavatásom, és igazán gyökeresen megváltozik utána az életük, és már 6 esetben figyeltem meg, hogy mielőtt ide érkeztek, ilyen szabotások történtek a saját régi részük, ami még ragaszkodik a régi életükhöz, az szabotálja azt, hogy meg tudjanak egyáltalán ide érkezni. Hogy figyeljétek meg a saját életeteket, hogy amikor nagy áttörés előtt álltok, akkor ezek sokszor jót jelentenek, ezek a szabotások. És ha mégis túllépsz rajta önmagadon, akkor válható egy igazi nagy áttörés. Egyébként az volt még a hajmeresztő, hogy körülbelül 1,5 éve beszéltünk, és akkor kezdődött nekem ez a rossz időszakom, és akkor állítólag egy olyan képpel írtam le az állapotomat, hogy eddig megyek a pályán az autón, és az autóval is egyszer csak bemegyek az áramba, és nem tudok kijönni. És nem is emlékeztem erre a képre. De hát ki tudja, mi maradt meg a tudatalattimban, és mi az, amit aktivált ebben a pillanatban. Hosszú út után még volt előttem 4 óra, de megérkeztem valamikor a sötétségben, az Aranyszív Harmónia birtokon. Lelazultam, és utána egy olyan csodálatos élményben volt részem, amit ugye már az előző videóban hallhattatok. És hát ugye gondoltam, hogy milyen érdekes fricska ugye az életben, hogy amikor az ember tényleg el akar indulni, és a változás útján jár, akkor még hát szinte az életét kockára tevő eseményekkel is szembe kell néznie. Nem tudom megint, hogy én vagyok-e az egyetlen, vagy ez rátok is vonatkozik. Gondolkodjatok ezen el, hogy nektek mi a bal hátsó. Lehet, hogy a jobb belső. De egy bizonyos tudatszinttel már érzékenyítve vagy arra, hogy a külső és a belső az nagyon szoros összefüggésben van, és ezeket jobban is, vagy kevésbé jobban, de tudjuk már olvasni. Ezekre nagyon érdemes odafigyelni. És én akkor még, amikor ott voltam már lelazulva a vendéglátóimnál, akkor még nem gondoltam ezekbe bele. Örültem, hogy ott vagyok. És aztán azt gondoltam, hogy ez a vége. Hát nem. Másnap hajnalban a vendéglátóm szépen ahogy farolt ki az autójával, neki ment a hátsó lökhárítómnak, és gyakorlatilag a vonóhorogjával átjukasztotta azt a műanyag borítást, és hogy megyek ki, tényleg akkor már ugye, akkor már világos volt, amikor ezt én erről értesültem, és látom, hogy basszus, ott a kerék fölött megint ugyanazon a helyen szét van lyukasztva az a szerencsétlen autó, és akkor már mondtam, hogy hát ilyen nincs, tehát hogy itt már valami van, tehát itt már játszik velem a tudatalatti, mert az a baj, tudjátok, hogy tehát azt tudjuk, hogy van valami, csak nem tudjuk, hogy mi. És ez nagyon nehéz, tehát szinte védtelen vagy ezzel az ilyesmi szabotázzal és egyéb mindenféle fricskával szemben, és ez nagyon-nagyon hát erős tartást igényel, hogy akkor az ember ne essen pánikba, főleg ha más ember is, ki tudja mi minden szerepet játszik benne, és a veszély, a félelem, akár a halálfélelem is bizony kísérő jelensége lehet a nagy horderejű változásoknak.
az már csak hab volt a tortán, hogy egy metamorf kezelésen szintén ott a napokban egy a bal hátsót a talpamon keresztül érezhető feszültségeket, témákat sikerült kioldani, és ott volt mit, de hát ezen már csak tényleg élcelődni lehetett. De szerencsére megúsztam. Megúsztam, és itt vagyok, és erősebb vagyok. És nem haltam meg, és nem pánikoltam be, de azt hiszem, hogy szembe kell néznünk azzal, és remélem ez a videó szintén az emlékezetés jegyében adhat neked valamit, hogy ha valódi változást akarsz, és minél nagyobb horderejű, annál inkább igaz ez, akkor szembe kell néznünk bizonyos fekete, sötét foltokkal, szembe kell néznünk pillanatnyilag magukat prezentáló drámákkal, akár emberekkel kapcsolatosan is, és olyan helyzetekkel, mint akár egy baleset és hasonló. Nem szükséges része ez a változásnak, de én kíváncsi lennék, hogy hányan vagyunk még itt, akik hallgatják ezt, azok között, akiknek lenne egy története, ami ilyesmi hasonló, vagy ennél még cifrább. Itt jegyzem meg, hogy ha megmered osztani a személyes történetedet legalább említés szintjén, akkor tedd meg, kíváncsiak vagyunk. Nagyon sokan, nagyon sokaknak lesz ez tanulságos és érdekes. Vagy ha más nem, jelezz annyit, hogy igen, én is ebben a cipőben jártam, járok, hogy vagy, jól vagy, benne vagy-e még a tragédiádban. Azt gondolom, ezek nagyon fontos, értékes emberi tapasztalatok, amiket ezen a platformon tényleg észszerűen és hasznosan át lehet adni. Úgyhogy várom a ti belső, hátsó, első, bal, jobb történeteteket, és azt kívánom nektek, hogy a nyugalom árasszon el benneteket az ilyen helyzetben, mert utána, egy picivel utána már jó lesz. Ezt megmerem ígérni, úgy érzem, hogy ez egy törvényszerűség, ami itt van bennünk, és nem hagy cserbe, hogyha mi hajlandóak vagyunk kitartani a saját magunk megújulási szándéka mellett. Ennek szellemében kívánok nektek további jó megújulást, és mondom még egyszer, írjátok meg a kommentbe a történeteteket, néhány szóban tudassátok, hogy ti mind mentek keresztül. Ez volt az Angyalszív Akadémia megújulás sorozata. Vigyázzatok magatokra!